Ma a bizottságülésen bebizonyosodott, hogy a dohányzásról leszokni kívánó emberek helyett a Népjóléti Bizottság Fidesz-KDNP tagja is, a kormány is a trafikos haverjaik oldalára állt ismét. Hiszen az elektronikus cigarettát szabályozották a mai napon az egészségügyi salátatörvényben, melyben az szerepel, hogy mostantól csak és kizárólag a dohányboltokba lehet majd elektronikus cigarettát kapni, elektromos cigarettát kapni, és a hozzátartozó eszközöket is. Ezzel a leszokni kívánó embereket bekényszerítik újra a dohánytermékek közé, a trafikok közé. Ezen felül pedig ezt az eszközt mostantól csak és kizárólag a kijelölt dohányzó helyeken használhatják. Így azon emberek, akik éppen leszokni kívánnak a dohányzásról, bemehetnek a füstös szobákba, a füstös terekre, és ott szívhatják el dohányáruikat. Csak azért, hogy a trafikosoknak egy újabb bevételi forrást biztosítson a kormány. Ezzel egyébként a fekete gazdaságot támogatva, és ezzel egyébként adóbevétel kiesést jelent majd a költségvetésnek, hiszen az emberek nem a szakboltokba fogják megvásárolni az e-cigarettákat, hanem hogyha nem tehetik meg máshol, akkor meg fogják venni interneten. Sajnos ezt látjuk az elmúlt időszakban. Mi megkértük őket, hogy ne álljanak a trafikosok oldalára, inkább legyen fontos, hogy az emberek egészsége, és az, hogy le tudjanak szokni a dohányzásról. Mi kértük a bizottságot, hogy hallgassa meg a szakembereket is, ha már az ellenzékre nem hajlandóak hallgatni. Még megkértük őket, hogy adjanak szót olyan szakembereknek, akik régóta foglalkoznak ezzel a területtel. Én át is adnám a szót a Villanypára Egyesület egyik tagjának, aki elmondta volna a véleményét, amennyiben a kormány többség hagyta volna, de leszavazták, és nem voltak hajlandóak meghallgatni a szakma véleményét. Parancsol. Üdvözlöm a sajtóképviselőit, Pivko Krisztián vagyok, a Villanypára Egyesület szóvivője, elektromos cigaretta használó. Én úgy érzem, hogy a mai napon az egészségügyért felelős államtitkárság egyetlen egy dolgot bizonyított be, mégpedig azt, hogy egyáltalán semmit nem tud az elektromos cigarettákról, és nem is akar erről hallani. Szakértői véleményekre hivatkoznak itt bizonyára az ANTS és a NEFI dohányzás fókuszpontjának 16 oldalas összefoglaló tanulmányáról van szó, amely alapján ők kialakították álláspontjukat. Egyáltalán nem akarnak foglalkozni azzal a ténnyel, hogy Egyesületünk, a Villanypára Egyesület több mint 60 oldalas tanulmányban cáfolja ezt a dokumentumot. Nem érdekli őket az a jelenség, hogy az ANTS és a dohányzás fókuszpont dokumentuma bizonyíthatóan csúsztatásokra, egyoldalúan szelektált információkra épül, sem arra, hogy teljes egészében figyelmen kívül hagyják a rendelkezésre álló tudományos szakirodalom elsöprő többségét, amely mind-mind amellett foglal állást és amellett tör pálcát, hogy az elektromos cigaretta igenis segít az embereknek a leszokásban, nincs egészségkárosító hatása a dohányzáshoz képest, passzív dohányzásról nem beszélhetünk, valamint arról sem vesznek, azt sem veszik figyelembe, hogy az elektromos cigaretta a használója számára annyira nagyságrendekkel kevesebb egészségkárosító kockázatot jelent, hogy ezt az eszközt használni inkább bátorítani kellene minden dohányost arra, hogy próbálja ki ezt az eszközt, mint sem, hogy megpróbáljuk meggátolni az elterjedését és a használatát. Hivatkozott az államtitkár úr arra, hogy a társadalom védelmében ők nyugat-európai példákkal szeretnének inkább foglalkozni, és azokat tekintik mérvadónak. Nem tudom, miért nem hallottak arról, hogy a Brit Public Health England és a Brit NHS, az ottani társadalombiztosítás kiadott egy 113 oldalas tanulmányt, amelyben megállapítják, hogy az elektromos cigaretta jelenleg ismeretek szerint több mint 95%-kal kevésbé egészségkárosító a használója számára, mint a hagyományos dohányzás. Megállapítják azt is, hogy semmiféle bizonyíték nincsen arra, hogy az elektromos cigaretta káros lenne a környezetére, és semmiféle bizonyíték nincsen arra, hogy egyáltalán bárkit rászoktatna a dohányzásra. Az angolok észszerűen és okosan tudtak ehhez a kérdéshez hozzáállni. Ők minden egyes dohányost arra bíztatnak, hogy próbálja ki az elektromos cigarettát, ha mással nem ment, ezzel hátra sikerülni fog nekik. És erről lenne itt szó alapvetően, hogy a dohányosoknak egy újabb mentőövet nyújthassunk, hogy leszokhassanak a dohányzásról. Elhangzott ma az is az államtitkár úr szájából, hogy becslésük szerint hazánkban körülbelül a társadalom 10 000-ékét érinti egyáltalán az elektromos cigaretta kérdése. Én azt kérdezném az államtitkár úrtól ezúttal, hogy miért nem veszik figyelembe a társadalom 1/3-át, azt a dohányzó 2 milliós tömeget, akiknek segítséget nyújthatna ez az eszköz.